A jó idő következménye, hogy a térségben nagy léptékkel megkezdődött a közmunkaprogramoknak az a része, amely a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódik. Ezért kerestük meg Szilágyi Lászlót, Tiszaigar polgármesterét, aki tájékoztatást adott a Start munkaprogram részleteiről. Engedje meg, hogy először azt kérdezzem, hogyan működik a házasság Nagy Ivánnal? Köszönöm szépen, nagyon jól működik, úgy gondolom. Tehát ami a célunk is volt, hogy próbáljuk egymást erősíteni, és a pozitív dolgokat megkeresni egymás településén vagy egymás dolgaiba. Ez úgy gondolom, hogy kölcsönösen működik. Amiben mi tudunk segíteni, nagyon szívesen segítünk, és ez folyton is működik. Tehát tényleg úgy érzem, hogy ez egy sikeres házasság lett. Egymás érdekeit úgy gondolom, hogy nem sértjük, nem bántjuk, és tényleg azt mondom, hogy az együttműködés az, amire törekszünk mindenképpen. Az önök polgármesteri hivatala az hogyan működik? Változott-e egyáltalán valami? Tételezzük fel, hogy eddig jó gyakorlat volt. Tevőlegesen nem változott semmi. Maradt minden, maradt az apparátus, maradtak a munkakörök, annyi, hogy a települési jegyző, ő a jegyző lett, és a Nagy Iváni jegyzőasszony, ő lett a közös hivatalnak a jegyzője, de igazából úgy gondolom, hogy a feladatok azok megmaradtak, és ugyanúgy folyik minden, ahogy eddig folyt. Most van alkalmunk újra beszélgetni arról, hogy közmunkaprogram, és mi az, amit elértek, mi az, amit terveztek erre az évre. Ha jól tudom, a mezőgazdasági munkák most már gőzerővel beindulhatnak. Mi az, amiről érdemes beszélnünk? Milyen területen, hány embert tudnak foglalkoztatni? Igen, elindult most már mind a 7 program, amelyikbe pályáztunk. Azt mondhatom, hogy teljes a létszám. Jelen pillanatban egy üres álláshelyünk van, de az is csak azért van fenntartva, mert még a beregfürdői fürdőszezon most fog beindulni, és sikerül ott a fürdőterületen egy kis faházat, egy kis boltot nyitnunk, ahol a különböző megtermelt termékeinket fogjuk majd értékesíteni, a mézet, a gyertyát, a különböző kerámiákat, kovácsoltvas termékeket, térköveket és a kerti bútorokat, tehát tényleg a teljes palettát, amit készítünk és gyártunk. Erre a helyre keresek majd még egy megfelelő dolgozót, aki beregfürdői lesz, tehát úgy gondolom, hogy minden járatjuk a dolgozót, hiszen akkor az utazási költség elég sok pénzt elvinne. Tehát egy helyi illetőt szeretnénk találni. Teljes a létszámunk, tehát 127 fő dolgozik ilyen pillanatban nálunk. Ez körülbelül annyi, mint a tavalyi évben is volt. Programok mennek, igazából az időjárásos átmenet, tehát a télből is hirtelen beleestünk a nyárba, tehát a tavasz az kimaradt. Mezőgazdasági munkák elkezdődtek, úgy gondolom, hogy a méheink már nagyon szépen dolgoznak, itt látható a háttérben is, éppen a repceszezon kellős közepén vagyunk, és már lassan az akác is ránk virágzik. Sajnos a szántóföldön még mindig vannak problémáink, még mindig kevés. Tehát a jószágoknak a takarmány is, ráadásul az egyik állami föld, amit már kaptunk a magyar államtól, teljes mértékben víz alatt állt. Tehát a szószoros értelmében, tehát szerintem egy 5 négyzetmétert nem tudtunk volna művelni bőle. Körülbelül 2,5-3 hete már folyamatosan a dolgozóink minden nap nézik, tisztogatják az átereszeket, a levezető kis csatornákat, amiket ástunk. Így már lassan vége felé közeledünk a víznek. Legalábbis a felső része már gyönyörű szépen ki van szállva, de alul még azért nagyon nedves, így már azért elkezdtük az ottani munkálatokat is, tehát a talajművelést, illetve a vetéseket azokon a részeken, ahol már lehet. Kisebb veteményeink, kisebb kertek, ahol a tevékenységek működnek, azok folyamatosan művelve vannak, rendbetartásra kerültek, tehát a veteményesek, a megtermelt palánták kikerültek már a megfelelő helyekre, illetve a jószágaink is, akár mondhatom a nyulat, illetve a galambokat vagy tyúkokat gyönyörű szépen szaporodnak és növekednek, hál' Istennek. De tényleg azt mondhatom, hogy a méheink is kiválóan dolgoznak, tehát itt a súlygyarapodás, tehát ahogy szokták mondani a méhészek, hogy essen bele a nehézség a kaptárakba, úgy tűnik, hogy a méhénkbe is beleesik, ez nagyon jó. Mennyit gyarapodott az értéke ennek a méhállománynak, vagy magának a felszerelésnek? Hát én ahogy számolom a mostani méhcsalád árakkal, tehát a mostani állományunk olyan 5 millió forint körüli érték, ez csak maga a méhecskéknek az ára, ehhez jön még a kaptárak és az egyéb felszereléseknek az értéke, tehát én úgy gondolom, hogy minden együtt egy olyan 7-8-9 millió forint már azért benne van, de bízunk benne, hogy ez vissza fog jönni, tehát akár a szaporításba, akár pedig a méz mennyiségbe.
Tavaly beszélgettünk arról, hogy a megtermelt méz, illetve a viasz termékeket igazából még csak el tudják ajándékozni, és nem lehet értékesíteni. Most milyen formája lesz ennek a beregfürdői kis értékesítőpontnak, hogyan tudják elszámolni? Igen, hát utána néztünk a különböző hatóságoknál, hogy hogyan is lehet ezt az értékesítést végezni. Hát mindenképpen az önkormányzatnak fel kell venni tevékenység körébe a kiskereskedelmet, majd utána számlával kell rendelkezni. Ennek nincs törvényi akadálya? Nincs, tehát működhet a dolog. Pénztárgépet kell vezetni, vagy venni, és számlát vezetni, de igazából mehet a tevékenység rendesen, illetve már megállapodást is kötöttünk a Tiszafélei Nemzeti Kft-vel, hogy a mézet, a nyulat, galambot, illetve a tojásokat majd ő felvásárolja. Tehát úgy gondolom, hogy beindult végre a piac ebben az évben, és valóban amit tavaly elkezdtünk, annak most már idén a hasznát is fogjuk élvezni. Ezeket a bejövő pénzeket szeretnénk visszafordítani az egész gazdálkodásba, és továbbfejleszteni az állományunkat. Ha ezt a 127 főt nézzük, akkor hogyan oszlik meg a foglalkoztatások? Itt most a méheknél nem látunk senkit, dolgoznak ők egyedül is. A többieket hogyan osztották el? Hányan vannak földművelésben, nem tudom én, galamb vagy nyúltenyésztésben? Hány főt kellett beosztani? Tehát a mezőgazdaságban van összesen 50 fő mezőgazdasági programban. Ebből egy olyan 10-15 fő az, aki magával az áttenyésztéssel foglalkozik, a többi pedig a növénytermesztéssel. De ez igazából olyan, hogy kampánymunkaszerű, tehát azért az emberek ide-oda csoportosíthatóak. Ezekkel úgy gondolom, hogy nincs is gond. Valóban ilyenkor a méheket nem is nagyon szabad zavarni, inkább majd, amikor már hűl egy kicsit a levegő, hagyd dolgozzanak, hagyj gyűjtögessenek, és amikor kezelgetni lehet őket, majd akkor jönnek a méhészek, mindegy, hogy hétvége, vagy délután, vagy a munkaidő lejárt, ők külön beosztás szerint dolgoznak, illetve még megy folyamatosan a kaptárgyártás, kaptáraknak a kifőzése, lenolajba, a festése, és az egyéb asztalosipari munkák, ilyenkor viszont oda is besegítenek ezek a dolgozók. Bent a településen is láttuk, hogy folynak ott azért munkák, betonoztak, vagy egyéb munkálatokat végeztek. Mi az, amit még a település érdekében, vagy szépítése érdekében tudnak ott végezni? Hát mindent megpróbálunk, ami tényleg a kicsi költségvetésünkből kitelik. Most éppen az utcafásítási programunk megy egy pályázat keretein belül. 2.600.000 forintot nyertünk ilyen utcafásítási programra, amiből egy olyan 650 darab csemetét tudtunk vásárolni, és a település főútjain, illetve a többi útjain is régi gömbakáncok láthatóak, amik már azért hiányosak, előregettek, és cserére érettek, tehát ezeket szeretném mindenképpen lecserélni, ahol egy olyan 8 féle díszfa csemete található, különböző díszalmák, májusfa, vérszilva, és egyéb ilyen növények, amik gyönyörűen virágoztak. Már most azért a virágzás végén járnak, legalábbis az a része, amelyik elvirágzott, de még ezután, tehát júniusig folyamatosan virágozni fognak a különböző díszfák. Hát istennek olyan jól sikerült vásárolnunk ezeket a csemetéket, hogy több is sikerült, mint amit a pályázatban szerettünk volna megvalósítani, egy olyan 200 csemetével, tehát jobb árakat találtunk, mint amilyen az árajánlatban szerepelt első körben, és így a település több pontjára is tudunk még pluszba csemetéket telepíteni. Tehát ez úgy gondolom, hogy megint egy szép színfoltja lesz majd a településnek, amikor majd megerősödnek ezek a kis fácskák, elterebélyesednek, és akkor végig suhan valaki a főutcán, akkor biztos egy jó érzéssel fogja majd tölteni. Megvan-e még, működik-e az a kis műhely, ahol mindenféle csoda dolgokat tudtak készíteni? Én hirtelen a gyertyatartóra emlékszem, amit legutóbb láttam. Működik-e a műhely? Része egyébként ez a közmunkaprogramnak, vagy pedig azon kívül működteti? Hát ez a Start munkaprogram része volt, tehát ezt mi a start előtt is elkezdtük már ezeket a gyertyatartókat készíteni. Hát erre hivatalosan, vagy igazából nincs erre munkakör beírva, tehát éppen akik a vasipari dolgokkal, vagy a úgynevezett téli munkaprogramban vannak, tehát az igazi értékteremtő program, ott dolgoznak ezek a dolgozók. De hát ez is olyan, hogy éppen melyiknek látjuk, hogy ráállak ezzel a kis heggesztésre, vagy festegetésre. Azokat osszuk be, illetve azért nagy üzembe megy a papírbriket gyártás, hiszen itt a jó idő tökéletesen szárad, és megpróbáljuk a nyári időszakban, vagy ebbe a jó időszakban előállítani a téli tüzelőnket ismételtem. Meg tudnál mondani nekem, hogy mennyit sikerült spórolni ezzel a egészen újfajta fűtési móddal?
Hát igazából összegszerűen nem tudom megmondani, de a téli időszakban a start épület, ahol a dolgozóknak van a gyülekező helye, itt van az irodarész vagy a műhelyek, azt mondtam, szinte az egész telt ezzel fűtöttük ki, tehát minimális fát kellett oda pótolni. De a többi intézményünkben is, hogy már átálltunk mindenhol a bálás tüzelésre, tehát milliókat tudtunk vele spórolni. Tehát ha azt mondom, hogy az iskolának mondjuk a havi fűtés számlája, pedig ez egy kis iskola, tehát csak egy alsó tagozat 4 osztálya, eddig egy olyan 300 ezer forint körül összeg volt a fűtés költsége. Most ezt kiszámoltuk a bálákkal, a szama bálával, amit mondjuk saját géppel, saját munkát állítunk elő. Tehát olyan 40, maximum 50 ezer forintból jöttünk ki egy hónapba. Tehát azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Ha jól emlékszem, ezt önöknek ki is kell mutatni, ugye? Tehát nem csak, hogy fölhasználtuk ezt a pénzt, és kitaláltunk, és megcsináltunk valamit, hanem számot is kell adni számszakilag arról, hogy mi mindent sikerült elérniük, vagy megtakarítani. Bizony, nagyon egyszerű egyébként a számítás, tehát az előző időszakban ott volt a gázszámla, megvan a hajómennyiség, itt pedig írjuk, hogy mennyi az a napi bála szükséget, amit eltüzetünk. Hát persze ez is vegyes, mert van, amikor hidegebb van, amikor egy kicsit jobb idő volt, kevesebb bála fogyott, vagy vízesebb volt egy kicsit a bála, de azért átlagot tudunk számolni. Önköltséggel számoltuk mi is a bálának a úgymond gyártási költségét. Hál' Istennek itt a helyi mezőgazdasági Kft-től kaptunk szalmatövetet, amit bebálászhattunk, erre már nem volt költség. Tehát egy kis üzemanyag, bálamadzag, egy kis kopás, egy kis munkadíjat, ha számoltunk, de azért mondom, így jött ki olyan 40-50 ezer forintot. Tehát ha csak azt nézik, hogy olyan 200-250 ezer forintot spóroltunk intézményenként, az már nagyon jó. Az előbb az iskolát említette, és a játszótér jutott eszembe. Hogyan működik? Megvannak-e még a szép új játékok? Kellett-e ott valamilyen munkát végeznie? Igen, megvannak még a játékok, ott is egy kis parkosítást végeztünk. Hál' Istennek szeretik a gyerekek, illetve szeretik a szülők is azt a játszótéret. Tényleg egy olyan igazi közösségi tér alakult ki, aminek lenne is a szerepe is, amit szerettünk volna elérni. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy sikeres volt az a játszótér építés. Bízunk benne, hogy valamikor még lesz arra pénzünk, hogy tovább tudjuk bővíteni, és még több játékot tudjunk oda beszerezni. Aminek nagyon örülök, hogy akár Tiszafüredről is hallottam, hogy járnak már rá családok, és idehozzák a gyerekeket, összekötik egy kis albajtom nézéssel, vagy a játszást. Tehát tényleg azt mondom, hogy sikeres lett ez a projekt is. Ez a projekt is sikeres lett, azt mondhatom itt Tiszaégaron. Úgy néz ki, hogy különleges szerencséje van önöknek, és természetesen mögötte van a munka is, amit végeznek. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert továbbra is. Köszönöm szépen én is.